hogy a tanítványairól, vagyis rólunk is gondoskodott. A kereszten függve, a szenvedések közepette is másra gondolt. Az édesanyjára gondolt, és rábízta a szeretett tanítványra, Jánosra, és most ránk bízza Máriát. Hogy forduljunk mi is úgy hozzá, mint a gyermekei. Hogy mi is figyeljünk arra, hogy mit is jelent a helyes Mária tisztelet. És hogy ezt a helyes Mária tiszteletet, ezt igenis terjesszük, ezt tartsuk fontosnak az életünkben, a lelkiségünkben, a keresztény katolikus lelkiségünkben nagyon is fontos a Mária tisztelet. Mi nem imádjuk a szűzanyát, mi nem Istennőnek tartjuk őt, hanem tudjuk, hogy neki kivételes, különleges szerepe volt a megváltásban, és tudjuk azt is, hogy ő a gyermekeiként tekint rám. Íme a te fiam, íme a te gyermeked. És Mária elvállalt bennünket, és amikor Szent Simonnak átadta ezt a kis kendőt, akkor azt mondta neki, azzal a szándékkal adta át, hogy ez nem egy babona kendő,